Hát, azok is lehet. Nem tudnám. Nekik Isten őriz, hogy megadják az embernek az Isten. Sőt, van olyan, akinek köszön az ember, és akkor elmegy mellette. Hát milyen beszél ez? Szerintem a fordított tisztelet sem minden esetben van meg. Ugye persze mondják azt, hogy az idősebbeket tiszteljük, mert hogy ők már tapasztaltabbak, meg minden. De szerintem sokkal hamarabb létrejön ez a tisztelet, hogyha kölcsönös. Ez ilyen alap elvárás, hogy például a buszon adjuk át a helyünket, meg ilyesmi, amit ugye nagyon sokan meg is tesznek. De hogyha véletlen nem, és ugye egy másik ember nem tudja, hogy miért nem állsz fel, tehát lehet ennek akár bármilyen oka, és egyből az jön, hogy jaj, hát a fiatalok, ők már nem tisztelnek minket, és egyéb hasonló megjegyzések. A gyerekek most szerintem sokkal műveltebbek, okosabbak és tisztelettudóbbak az idősebbekkel, és remélem a saját kortársaikkal szemben is, mint az én korosztályomban. Én úgy gondolom, hogy van egy sajátos stílusom öltözkedésileg. És volt olyan nap, hogy csak sétáltam a városba, és mentem haza, és felültem a buszra. És leült mellém egy öreg néni, és igencsak kikelt magából, és eléggé felzaklatott hangnemben elkezdte nekem mecsetelni, hogy jaj, hogy lehet így öltözni, meg hogy a mai fiatalok, fogalmuk sincs arról, hogy mi hogyan van, meg hogy nem értékelnek semmit, és konkrétan elkezdte, hogy is fogalmazzak, ócsárolni az én generációmat, és mindez abból indult ki, hogy volt rajtam egy mintás inge, egy mintás nadrág és egy mintás zokni például, és hogy ilyenkor kicsit így elgondolkozom, hogy ők elvárják tőlünk, hogy mi megértsük az ő helyzetüket, akkor mi miért nem várhatjuk el ezt tőlük. Mind a diákok körében, már így az alsóbb fiatalabb diákok körében, és mint a idősebbek körében. Nem tisztelik szüleiket, és addig, ameddig a szüleiket nem tisztelik, nem fogják tisztelni másokat sem. Tehát előbb otthon, az otthoni nevelésről szeretnék néhány szót, tehát amennyiben a család, apa, anya, gyerekek nem tisztelik egymást, és nem úgy beszélgetnek el, ahogy egy családban kell, addig az életbe nem fog tisztelni embereket. Szerintem vannak olyan idősek, akik ilyen házsártosak, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon mogorvák, nagyon rosszul állnak a fiatalokhoz, és volt egy olyan példám, hogy mi jöttem vonattal, és nagyon sok cuccom volt, mert kollégista vagyok, és egy idős hölgy le akart ülni mellém, és várnia kellett körülbelül 5 percet, hogy elpakoljak, és türelmetlenkedett, tehát hogy szólogatott, hogy igyekezzek, siessek, mert le akar ülni, pedig nem volt semmi rossz szándék bennem, mert pakoltam. Szerintem ez egy negatívum, meg hogy mindig, vagy hát az időseknek van az a százaléka, akik a fiatalokban a hibát keresik, és nem az, hogy mit tudnak hozni, hogy a pozitívumokat. És ez szerintem egy elég negatív tulajdonság, de ez nem mindegyik idősre igaz. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.